Nagy szeretettel köszöntjük a Vivana Natura, vagy VJN televízió kedves nézőit más hang szeretettársalgás adássorozatunkban. Kiss Zsolttal beszélgetünk. Tudom, van másik nevedet, mert nem bírtam megjegyezni, majd ezt is elmondod, hogy miért kell néha nevet változtatni, számisztikailag. Amit felvezetőben szeretném elmondani, hogyha jó belegondoltok, akkor a 2000 év óta, most így magyarság szempontjából talán az egyik legfontosabb év volt ez a 2020-as, ami a legtöbb változást hozta az életünkben, már olyan szempontból, hogy rengeteg dolgot kellett beáldozni, feláldozni, elfogadni, és igazából a nagy kérdés, hogy mi vár ránk 2021-ben, és ezért kértem meg Zsoltot, hogy egy kicsit elemezze a jelenlegi időszakot, és hogy együtt örömködjünk, hogy miért élhetünk pont most ebbe a világban, amikor óriási változások előtt áll az emberiség, és egyéni szinten mindenki a saját életében. És akkor ez az első kérdés, hogy te hogy élted meg a saját életedben ezt az évet? Milyen tapasztalásokkal, milyen változásokkal? Köszönöm a meghívást, szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Kiss József Zsolt, így használom a nevem, ha már ezt így... Amikor megismerkedtünk, csak Zsolt voltál. Hát eredetileg így vagyok, anyakönyvben elkezdtem aztán mind a három nevet használni. És ez mint a rezgés szinten mit változott neked, hogy néha Józsefet, hol a Zsoltot használod? Hát most már mind a kettőt használom egyszerre, és azt gondolom, hogy az az életfeladatom, vagy életsorsom, ami ugye részben a polgári hivatásom, az a médiához köt, ugye a segítő hivatásom, az pedig részben asztrológia, részben személyiségfejlesztés, terápiás módszerek, amire jogosítványom van, és mind a kettőben a tudatosság ébresztése, azt gondolom, az a dolgom, az a feladatom, és persze a saját önismeretem és nyavajáimon keresztül és szellemi praxisaimon egyébként. Bocs, nem fogok kötözködni. Hogy szólsz magadhoz? Józsikám, vagy Zsoltikám? Hogy szólsz? Ugye én mindig, amikor balhén van, akkor mindig pistizem magam. Aha. Te hogy szólsz magadhoz? Érdekes mondom, én nem szoktam néven szólítani magam, tehát nekem nincs ilyen szokásom, hogy néven szólítsam meg magam, hanem egyszerűen. Kedves néző, te is kérdezd meg magad, hogy amikor úgy igazából úgy magatok vagytok ott a tükör előtt, vagy éppen, akkor hogy szólítod meg magad? Érdekes. Ez egy jó kérdés, szóval visszatérve arra, hogy nekem egy mély belső önismereti munka volt, emelkedett a spirituális gyakorlásom, és mindig el szoktam mondani ilyen beszélgetés elején, hogy nem ex-katedra kijelentéseket teszek, nem nálam van az igazság, ami is odát van, mint tudjuk, és szubjektív megismerés van, tehát ilyenkor egy közös elmélkedésre, gondolatok mögé nézésre hívom a kedves nézőket, és a szellemi praxisom, az önismereti tapasztalataimat, illetve a segítő hivatásomból nyert tapasztalatokat szövöm be ezekbe a beszélgetésekbe, ahol tartok, amilyen személyiségérettség és tudatszinten. És visszatérve tehát az évben egyrészt mélyült a belső munkám, az önismeretem, nagyon sok kihívással, nagyon sok kezelendővel, és nagyon sok szolgálattal, tehát ami azt jelenti, hogy kezd az életem egy picit ilyen karmajogikussá válni, ami azt jelenti, hogy nagyon sok a szolgálat, és a jelenbe hoz az, hogy kevés időm van, nagyon sok munkám van, nagyon sok embernek segítek, meg ott vannak a saját terepem és a családom, ahol szintén sok problémát, konfliktust kellett kezelni, de ezt úgy fogom föl, hogy egy jelenbe hozó lehetőség, bármit praxisra, önismereti és fölébredési lehetőségként tudunk tekinteni, és ha már tekintés, érdemes visszatekinteni egy picit a 2020-as évre, hiszen azt mindenki tudja, hogy egy sorsfordító időszakban vagyunk. Alapvetően egy nagy ciklus kezdett előtt, erről majd mindjárt beszélek, de ha már azt mondom, hogy visszatekintés, ugye minden úgy működik, én úgy látom, hogy ha egy tanítás, ha egy lehetőség van az ember életében, akkor nyilván a világ egységes, az érvényes a szellem szintjén, a pszichés szintjén és fizikai síkon, és a világban is ezen a három síkon. Ráadásul ugye nem mindegy, hogy mit, hogy élünk meg. Öntudatlanul, kevés szeretettel, kevés emberi értékkel, vagy pedig tudatosan, nagyobb szeretettel és emberi erényekkel. És ebből a szempontból, ha végignézzük, hogy mi volt a feladat a 2021-es 20-as évben, ami előkészített készíti a 21-est. A feladatot mindig alapvetően az emberre kell vonatkoztatnunk, az ember tudatára, illetve az ember pszichéjére, hiszen a pszichénk az önreflexiónk az, amin keresztül tudjuk teremteni a jelenünkkel, a jövőnket, változtatni a sorsunkon, és nyilván magunkon kell változtatni ahhoz, hogy a külvilág megváltozzon. Na most, hogyha így visszatekintek, akkor három feladat volt. Egyrészt, hogy nagyon-nagyon sok embernek szembenéznie önmagával, az árnyékvilágával, elfojtott tartalmaival, és azért felelősséget vállalni. Egyébként meg lehet nézni, 19-ben vettük fel azt az adást itt, és a VJN-ben megnézhető, ami erről szólt. Meg a Kígyó levedli bőrét címmel tartottam januárban elő egy nagy előadást, ez pedig a saját YouTube csatornámon megnézhető. Tehát ha minél több ember szembenéz magával, ugye a kollektív akkor változik, és ezt úgy fogalmaztam, hogy egy kollektív fölnövés, gyorsított, katalizált fölnövés időszakában vagyunk. Tehát van egy ilyen árnyékvilágunknak a beemelése, tudatosítása, fényesítése, hogy az önismeretnek mekkora jelentősége van. Erre mondtam azt, hogy növelni az önismereti kultúrát, növelni a pszichológia általános műveltséget, akár ebben az országban ránk fér, mert akkor kevésbé manipulálható az ember, kevésbé befolyásolható többek között. A másik az, hogyha ezt valaki megteszi albelül, akkor egy nagyobb perspektívában rálát önmagára, a világ összefüggéseire, és ez egy leleplező apokaliptikus időszak. Tehát ezt mindenki látja és érzi, hogy most már sok ember látja a rejtett, eddig nem látható összefüggéseket, és ezzel a holisztikusabb rátekintéssel pedig nyilvánvalóan kapunk egy magasabb perspektívát, ami annyit jelent, hogy ugye mi nem csak fizikai test vagyunk, nem csak psziché vagyunk, hanem szellemi részünk is van, és azt is észrevehetjük ebből, és az feladata volt, hogy ezt észrevegyük az elmúlt évnek, mondhatom, hogy az elmúlt évnek, hogy létezik egy kozmikus rend, létezik egy teremtett rend, és az ráadásul azt a szeretet fogja össze, az az érdekünkben való, tehát nem az ellenségünk. És mint mondtam, minden egyszerre zajlik, tehát ugye folyamatos tapasztalásban vagyunk, és mindenki az egységet, a boldogságot, a teljességet keresi, de ehhez szükséges tanulnunk és tapasztalnunk, ugyanakkor mindenki arra vágyik, hogy harmóniában legyen. Amíg nem tartunk ott, hogy ezt magunktól megtegyük, többek között ilyen jelfigyelő, ősi, önismereti, spirituális rendszer, mint az asztrológia ebben segíthet. Természetesen nem okoznak semmit a planéták és a csillagok, csak mint vonatkoztatási rendszert használjuk, de egy fölébredtebb tudatszinten, önismerettel magunk is rájöhetünk ezekre az összefüggésekre. Lehet egy kérdésem? Igen. Mit jelent neked a boldogság? Ebben az évben hogy érted meg a boldogságot? Hát ebben az évben úgy éltem meg, hogy nagyon sok transformációt megéltem, sok nehézséget megéltem kapcsolatokban, családomban, de amikor kioldódott egy konfliktus, és a szív a szívvel találkozott, és megbékültük, és egy magasabb szinten együtt éreztünk egymást, ha elfogadtuk egymást. Akkor ez a boldogság. Ez egy egységélmény. Tehát nekem az, amikor bármiből létrejön egy egységélmény, és egyébként a boldogság az számomra egy poláris fogalom, mert ugye van egy ellentét a boldogtalanság, és van ennél egy magasabb élmény, amit keleten úgy mondanak, hogy az ánanda állapota. És azt akartam mondani, hogy minden fizikai dolog is, például ami a 2020-as évben történt, ennek a levetülése, kivetülése, vagy eszköze volt, így a járvány is, és önismeret és szellemi szempontból az mindegy, ahogy a magyar jel fogalmaz, hogy mindegy, mert mindegyek vagyunk, hogy most ez a vírus mennyire mesterséges, nem mesterséges és egyéb. Ha valakinek tanulnia valójában azzal, hogy szembenézzel a félelmével például, és mondjuk fél a vaddisznótól, akkor vagy találkozik egy vaddisznóval és azért fél, vagy pedig egy farönköt is a sötét erdőben vaddisznónak réz. Az a lényege, hogy elintéződjön, hogy féljen. Tehát itt most az emberiségnek le kellett állnia, magával szembe kellett néznie, megtanulni az önuralmat, önfegyelmet, önkorlátozást, fölnövést, stb. És ennek volt egy eszköze a járvány. Független attól még egyszer mondom, hogy ez most mesterséges vagy nem mesterséges, a megfelelő helyén persze ennek jelentősége van. Na most ez készítette elő a 21-es évet, ami valójában már itt 20 végén elkezdődik, ez a ciklus. Na most az emberiség életében vannak tapasztalási ciklusok, világévek, világhónapok, világkorszakok. Amit szeretnék erről mondani, hogy ezt ne azonosítsa senki az aranykorral, mert az még igen messze van, tehát még egy materialisztikus korszakban vagyunk. Ugyan a saját YouTube csatornámon föltettem egy olyan videót, hogy a materializmus kora lejár, de mint minden cím, az általában asszociatív és szimbolikus. Itt most arról van szó, hogy van egy alperiódus, hogy a materiához kell gyökeresen megváltoztatnunk a viszonyunkat. Tehát szellemi szempontból az anyag, a forma, az ego és a fizikai test, az mondjuk így, hogy egy kategória. Az anyaggal semmi baj nincs, hiszen anya, anyag, anyaföld, ugyanazok az őselemek vannak bennünk egymásban, és mint az élettelen világban, tehát ez egysége, mindenki csillaganyagból van, mindenki napot eszik, hanem az anyaghoz való viszonyulásunkat kell megváltoztatnunk úgy, hogy az a helyre kerüljön, az emberlét misztériumának megfeleljen, vagyis hogy van egy fizikai részünk, van a homo sapiens, de elérkezett az időszak, hogy a homo sapiens szintjéről is most már a szellemi ember szintjére föl kell ébrednünk, vagy lépnünk, és föl kell ébrednünk Friday elszólással, és ezt a három síkot rendbe tennünk, a rendbe illeszkedően, hogy van a szellem, vagy van a psziché, és van a fizikai rész, semmi baj nincs az intellektussal, semmi baj nincs az egóval, csak az eszköz legyen, az olyan, mint a ló és a lovas, nem jó, hogyha a lovas irányítja, a ló irányítja a lovat, hanem az a jó, hogyha a lovas irányítja azt a bizonyos állatot, méghozzá elfogadással és szeretettel. Van egy kérdésem megint, hogy ugye a 2020-ra, ha energetikai szinten jellemezném, akkor a félelem éve volt, mert az emberek nagy tömeges félelem érzése, ez kihatott a mindennapjainkban, mennyiben egy ilyen városban, mint Budapest, és a félelem rezgés van a falak között, stb. Mikor lehet ennek a feloldására számítani, hogy ez a nagyon mély rezgés, ami viszont fölzabálja az ébredők energiáját is, mert hogy az egész csak azért van így lenyomva, hogy annyira ne lehessen látni ezt a végtelen fényességet, ami most kezd itt kialakulni az égbolton. Igen. 21 hozzájában van változás. Ez már átvezetés, igen, a következő korszakra. Azt gondolom, hogy igen, tehát ahogy mondtam, hogy van ez a tanítás, amit összefoglaltunk, hogy miből áll, és még meg lehet nézni a korábbi említett anyagokban, videókban. Ennek a fizikai eszköze, mondjuk így, idézőjelben a járvány, ami behozta a félelmet, és ez a tanítás most már lejár, tehát én úgy gondolom, hogy a járványnak ez a formája is december végével lejár, és megyünk ki ebből. Ha hosszabb ciklus nézünk, sajnos nem szabadulunk meg, azt gondolom, a járványoktól, meg az is lehet, hogy ez is megszelidülve az életünk részévé fog válni, de ez a fajta rettenet, amit most mondtál, ennek pont az volt a funkciója, hogy ugye Jung a ismeretlen részt, a nem tudatos részünket árnyékszemélyiségünknek nevezte el, hogy szembenézzünk az árnyékkal, szembenézzünk a halállal, minden félelemnek alapja ugye a halálfélelem, átalakuljon az értékre, mi a lényeges, mi a lényegtelen. Ezt például mindenki nézze meg, még picit visszatekintve, hogy mennyiben tudott mély belső átalakuláson átmenni ebben az évben, mit tudott változtatni ez ügyben az életében, mennyire állt bele a sorsába, az élet feladatába, és milyen külső lépéseket tett. Tehát mivel ez a rezgés, és most ezt a kifejezést használom, lejár, nézzük a következő ciklust, és még befejezem egy pillanatra azt, hogy ez nem az aranykor, még nem is az, hogy a materializmus szűnik meg, hanem meg kell változtatnunk ugye a viszonyunkat a matériához, sőt, mi több, jön egy olyan korszak, amikor például a robotikának, a mesterséges intelligenciának, az informatikának, az eszméknek, az emberi intellektusnak még nagyobb szerepe lesz, csak ezért kell mögötte a tudatosság és az érett személyiség, hogy az intellektus jó lóként használjuk, illetve ezeket az eszközöket, vagy akár az önmagára eszmélő mesterséges intelligenciát is megfelelően tudjuk használni. Tehát itt azért erről van szó. Na most megint mondom akkor sorrendben, mint a visszatekintésben, hogy mik a címszavak a 21-es évre, és nem csak a 21-es évben, most február 5-én tervezek megint egy nagy előadást, egy szakrális koncerttel, Szádanával egybekötve, ezt majd január 5-től már lehet látni ennek a brossúráit, információit a különböző fórumokon, a Kiss József Zsolt asztrológus YouTube csatornán. Ez személyes lesz, tehát személyesen is el lehet jönni, mert azt gondolom, hogy már addigra oldódnak elvileg a korlátozások, ha csak még nem tartanak rá a kormányok, de még egy virtuális közvetítés is lesz erről. Tehát ott majd bőven fogok erről beszélni még, kb. 2 órát, de most nézzük meg akkor címszavakban, hogy az egyik az az, amit az előbb próbáltam mondani, hogy igazándiból a materializmus megváltozik, tehát az attitűdünket kell megváltoztatni az anyaghoz, nem az aranykorról van szó, és még egy specialitása van ennek, hogy az individuum korszaka is megmarad, csak az a típusú individualizmus, ami nagyon elharapózott, hogy az ember önzővé vált, és felelőtlenné vált, mert hogy éretlen, és akkor én azt csinálok, amit akarok. Ennek a korszaka jár le, és az individualizmusból egy jó individualista időszakot kell nekünk kovácsolnunk, ez a sorsnak vagy az időknek az üzenete, vagyis hogy minél több ember megismeri magát, és elkezd felelősséget vállalni önmagáért, és ebből épülhet föl egy kollektív felelősségvállalás, mert nyilvánvalóan önmagában nincs kollektív felelősség, de az egyéni felelősség fölépítéséből viszont igen. Na most itt is mondom tovább, tanulni valók, leckék. Az asztrológusnak azt gondolom az a dolga, vagy egy ilyen közvetítőnek, igyekszem fölkapcsolódni és azt mondani, ahol tartok, mi lényegem. Az egyik az az, hogy a leckét mondjam, a feladatot mondjam, és az ideális megoldást mondjam. Hát mi lenne az ideális? Belül és kívül. Megint azt mondom, hogy belül mi a feladat, a tudatban és a pszichében, és kívül mi a feladat, de mindig magunkkal kezdjük, mert a világ csak úgy változik meg. Hát az egyik nagy téma, hogy ez a megújulás időszaka lesz, és nem egyetlen év alatt zajlik ez le, ugyanis olyan asztrológiai összefüggések vannak, nagy konstellációk, hogy elkezdődik egy 20 éves ciklus, illetve egy 200 éves ciklus. Tehát nem gondolom azt én sem, hogy egy év alatt zajlik ez le, még azt sem, hogy 20 év alatt, de a következő 200 évben ebben az értelemben a matériához, anyaghoz, fizikai részhez való viszonyunknak meg kell változnia. Egyébként ez morális kérdés, túlélési kérdés és szellemi kérdés, mindenki látja. Megújhodás. Na most szellemi szempontból, érettel, önismereti szempontból mi a jó, mi az üdvös megújhodás? Ez a reformok éve, a forradalmak éve lesz, illetve évtizede lesz, sőt a következő időszak, innovációk. A jó megújhodás, azt képzeljünk el egy fát. Annak van egy gyökere, ami a múltunk, meg a földhöz kapcsol, van a törzse, ha úgy tetszik a jelen, és aki én vagyok, és van a lombkoronája, ami picit a jövő, meg fölkapcsol a transzcendenshez. Most nagyon sok embernek azzal lesz dolga, hogy úgy újuljon meg, hogy nem lehasítja a múltját, nem elfojtja, hanem minél inkább integrálja, beépíti. Egy személyes életben az azt jelenti, hogy amit hoztunk már a leszületéssel, a megnyilvánulással, a fogantatásunkkal, akkor a magzatkorban és a személyiségfejlődés ismert fázisaiban, és közben nem csak mint egyén jelenünk meg ugye a világban, hanem szocializálódunk is az ősök történetébe, a transzgenerációs történetébe, ugye a transzgenerációs transmisszió révén, a családi tudattalanba, és nyilván ez ilyen nagyon nagy halmaznak tűnik, de mindig azt kell megnézni most az egyéni életünkben, hogy miben kell nekem megújulnom. Mi az, amiben érzem, hogy meg kell újulnom, amiben belátásom van, vagy belső kinyomást érzek, vagy a külvilág rákényszerít, hogy meg kell újulnom, mert akkor lesz jó a megújulás, hogyha ezekből levonom a konzekvenciákat, a tapasztalatokat és beépítem. Tehát nem lehasítom a múltat, nem lehet lehasítani, a múltat nem lehet eltörölni, mert az olyan, mint hogyha egy fának a gyökerét kivágom, és akkor elpusztul a fa. És ezt nem csak az egyéni szinten kell tennünk, hanem ezt vonatkoztassa mindenki most a társadalmi reformokra, a természethez, a technikához való viszonyunkra és mindenre. Jó. Ez egyik. A másik nagyon fontos tanulnivaló, amiből kaptuk már ízelítőt. Egyrészt 2020 előtt egy 7 éves ciklus volt, amikor azt tanultuk, hogy mi valójában az individuum szabadsága, és különböztessük meg a szabadságot a szabadosságtól. 2020-ban március és július eleje között szintén bejött ez a tanítás, ami most egész évben lesz, hogy a szabadságot hogy tudom használni a realitással és a valósággal összhangban, illetve a szabadság és a felelősség mit jelent. Mindenki figyelje meg, hogy mik történtek a világban 2020 március és júliusa között. Na most ez megint mit jelent önismereti szempontból és kollektív szempontból. A nulladik pont véleményem szerint és tapasztalatom szerint az, hogy megismerjem önmagam, vagy megismerjek egy rendszert, utána egyes pont. Ha megismertem, akkor felelősséget tudok vállalni érte, mert amit nem ismertem meg, azért nem tudok felelősséget vállalni, és amit már megismertem és felelősséget tudok vállalni, ott nyílik meg a szabadság kapuja, mert egyébként szabadosság lesz belőle, öntörvényiség lesz belőle, sőt rájövök arra is, ez a következő lépcsőfok, hogy ahogy a világ van, az gyakorlatilag érdekemben való. Ugye bizonyos filozófiai üzenet szerint a szabadság fölismert szükségszerűség. A szív kapuja mikor nyílik meg, mert pontosan ez az elmúlt pár ezer év az ész kapuja volt, és mindig az eszemmel győztem meg magam, hogy benyeljem ezt a sok hülyeséget, ahová eljutottunk, igaz? És most kérdezném tőled, hogy ezt a rengeteg tudást, amit van fönt, mikor tudod le szívszintre, szívkapuja, amikor nem kell ez a sok fantasztikus tudás, ami árad belőle, igen, hanem a saját belső érzéseid alapján változtatsz a sorsodon, és ez nem az intellektus része, hanem az önvalónk része. Ez így van. Érzőlény, az előbb a boldogság erre az irányba próbáltalak el, hogy hiába van ez óriási tudás, hogyha maga a szívünk nem kapcsolódik be ebbe a térbe. Ez nagyon jó, hogy kérdezted, ugyanis ezek a tanítások, hogyha megfigyelted, úgy vezettem föl, hogy először nekünk, tehát az, hogy meg tudjon nyílni a szívkapu, ahhoz picit meg kell érteni a személyiség működését. Tehát, hogyha az önismeretem kicsi, vagy csekély, és mondjuk sérült a személyiségem, vagy van egy személyiségzavarom, már pedig az emberek többségének van személyiségzavara, addig nem tudjuk, hogy mi a szeretet, addig nem tudjuk megélni a szeretetet. Jó? Tehát különböző mintákat kaptunk gyerekkorból, hogy lehet, hogy a szeretetet azonosítjuk elvárásokkal, teljesítménnyel és a többi, holott a szeretet nem erről szól. Tehát ugye ezért beszélek arról folyamatosan, hogy valójában, ha asztrológiailag nézzük, itt azért mondtam, az elveknek és az intellektusnak óriási szerepe van. Nem azt mondom, hogy a vízöntőkorba lépünk, de nagyon komoly vízöntős energiák vannak. És a vízöntő az pontosan nem a szívről szól. A vízöntő az elméről szól. Csak az egy út, hogy az elmén keresztül hogy jutunk el a szívig. Az egy út, hogy az elmén keresztül és az elveken keresztül hogyan tudunk eljutni a megbékélésig és az egységig. Ha megnézzük az archetipusokat, amit az asztrológia használ, a két utolsó stáció a vízöntő és a halak. Az egyik a tudatban lévő egyesülés, és az utolsó stáció a szívben való egyesülés. De először, mivel az egóra jellemző legfontosabb funkció a kognitív funkció, először az agyunkat kell eldobni, jó értelemben, tehát meghaladni az intellektusunkat, és a megismerésben eljutni egy magasabb szintre, belátni, hogy egyek vagyunk, enni adtunk az egónak, enni adtunk az intellektusnak, és akkor hagy békén bennünket, kvázi, és akkor lejöttünk jobban a szív szintjére. És ugye a harmadik nagyon fontos tanítás az pontosan ehhez kapcsolódik, hogy haladunk az egység felé. És az egység, az pedig, hát nyilvánvalóan evidensen, az egységet az elmén keresztül is el tudjuk érni. Gondoljunk arra, hogy kifelé indult el például a nyugat, és hány tudós eljutott a szeretetig, a transzcendenciáig, kelet pedig eleve befelé tekintett. És az egységnél az a fontos, hogy ugye Müller Péter kitűnő interjú volt itt a VJN és legutóbb vele, fogalmaz úgy, hogy őrizgetjük csepptudatunkat a tengerben. Csak ennek van egy útja. Először a cseppnek tudatosulnia kell önmagában, hogy én ugyan most különálló vagyok, de egy vagyok a tengerrel, ugyanaz a víztermészet van bennem, mint ami a tengerben, és nekem azt a fejlődési fázist meg kell élnem, hogy utána föloldódjak az óceánban. Ez azt jelenti, hogy figyeljük meg az ember életében, hogy van mindig egy emberi individumunk, egy emberi identitásunk, mert elsősorban vagyunk emberek, utána vagyunk nők és férfiak, aztán van egy nem identitásunk, aztán van egy csoportidentitásunk, például a családidentitás, aztán van egy spirituális identitásunk, például a vallásidentitás. Ezeket mind be kell járni, hogy ezért én megdolgozzak, ebben én fölébredjek, és utána az ego, mint a kis gömböc a mesében, amikor tudatosul önmagában, akkor képes beletágulni egy magasabb egységbe. Ez kicsikét karácsonyhoz közeledve, ugye, mint a tékozló fiúnak az esete, hogy neki vissza kell térnie tudatosulva az atyaházába, és akkor értékeli, hogy valójában mit jelent relevánsan az egység. Ugyanezt jelenti a társadalmakban is, hogy vannak különböző szerveződési szinteken lévő társadalmak, akik az identitás fejlődésében valahol tartanak, jelenleg vannak például fundamentalista, feudális, koraipari, illetve globálkapitalista rendszerek, amik pluralista jellegűek, de valójában, és kicsit a szintjéhez kapcsolódva, a továbbiakban az lenne az út itt a Földön, az egységesülésben, hogy ugye integrált típusú társadalmak jönnének be, amik nagyon hasonlítanak a szakrális rendhez, az archaikus társadalmakhoz, amik a hierarchiával vannak összefüggésben, a hierarchiában benne van egyébként a szent uralma, mert hogy az egységhez úgy juthatunk el, hogy az embernek van egy vertikális és egy horizontális része is. Tehát valamiben egyenlőek vagyunk, de van, amiben különbözőek vagyunk, többek között az egy egységben, a fölébredésben és személyiségérettségben hol tartunk. Tehát nagyon vigyáznunk kell a jó egység megvalósítására, hogy ami előttünk áll, föl fog gyorsulni az egységesülés. Csak nem mindegy, hogy szeretet alapon, vagy az emberi értékek alapján történik meg, vagy pedig öntudatlan alapon történik meg, hiszen a világtörténelemben látjuk ezeket a bevált játszmákat, hogy lehet világbirodalmakat építeni, embereket rabszolgává tenni, oszd meg és uralkodj, vagy globalizáld olvasztótégeibe helyezd az embereket, de nem azzal a céllal, hogy ez szív alapon történjen, hanem azzal a céllal, hogy felhasználjuk valamire. Tehát próbálom elmondani, hogy érthető legyen, hogy haladunk az egységesülés felé, csak nem mindegy, hogy milyen alapon tesszük, és az egységesülési folyamat és igyekezet minden szinten a következő időszakban föl fog erősödni, csak ebben nagyon tudatosnak kell lenni. És végül, majdnem végül, a negyedik lecke az individum, amit már elmondtam, most csak ide beékelem, amire korábban utaltam már, hogy itt most az egyénnek felelősséget kell vállalnia magáért. És azok a folyamatok, hogy mindennek alapján, amiről eddig beszéltünk, át átalakítsuk a gazdaságot, a társadalmat, a politikát, a természethez való viszonyunkat, ezeket a gyökeres átalakulások tovább fognak folytatódni. Tehát nem egy nyugis év lesz ebből a szempontból a 21-es év, sőt a következő időszak is. Ugye itt mik lennének az ideális megoldások? Nézzük a társadalmat. Hát azt gondolom, hogy az, hogy én tényleg hiszek a kritikus tömegben, mert minél több ember fölébred, felelősséget vállal önmagáért, személyes önismeretével, rájön arra, hogy mi a sorsa, abba beáll, akkor változik majd a társadalom. Ez szellemi szinten is belátható, pszichodinamikai összefüggések szerint is belátható. Ebből fakadhatnak üdvös társadalmi mozgalmak. Tehát olyan elvek alapján épülő társadalmi mozgalmak, amik vállalják a felelősséget, és amik az emberi értékekre alapulnak. Csak azért fontos a személyes önismeret, mert lehet, hogy valaki jó szándékú ideákat hoz, akár futurisztikus ideákat hoz, de hogyha nincs alatt a személyiség, vagy nincs önismerete az illetőnek, akkor ez a visszájára fog fordulni, ahogy láttuk azt, hogy különböző jó szándékú ideákból aztán később félreértelmezett ideológiák lettek a világban. Tehát ez rendkívül fontos, mert jön a megújulásnak az igénye a társadalmakban. Elindulhatnak tehát nagyon üdvös társadalmi mozgalmak és összefogások, és el is kell, hogy induljon. Tehát ilyen értelemben például az, hogy mekkora a jeleven az egységben az erő, ugye ez részben igaz, részben sokaknak rossz ízű kifejezés, de más szinten viszont nem. Akkor a következő, a technikához való viszonyunk, technológiákhoz való viszonyunk, természethez való viszonyunk. Rohamosan jön a reform ideje, az innovációk ideje. Most legyünk őszinték. Nagyon sok innováció, nagyon sok technológia, technika, idea valamennyi tudományterületen már rendelkezésünkre áll. Ahhoz, hogy például gyógyíthatatlan betegségeket gyógyítsunk, hogy ne kelljen embereknek elvándorolnia, nem tudom honnan, nem tudom hová, a szülőföldjükről, hogy újra lehessen használni a talajt, és így tovább, és így tovább. Sokkal több embert ellátna az a föld, mi nincs meg ehhez? A szándék nincs meg. Keleten ezt úgy mondják, hogy kapzsiság, bírvágy, becsvágy, gőg, szellemi gőg, mint akadályok. Ugye a buddhizmus egy-két dolgot ebben kifejezetten mérgeknek nevez. A nyugati pszichológia pedig úgy mondja, hogy személyiségzavar, önismeret hiánya vagy pszichológiai elakadás, mert nem bízom magamban, nem szeretem magam, nem tudom, hogy ki vagyok, és valójában, ha megnézzük, miért folyik a harca az életben. A szeretet energiáért én azt látom, az élet energiáért és a túlélésért. És ha valaki önmagát nem szereti, vagy önmagához nem tud kapcsolódni, és önmagán keresztül az önvalójával föl, a végtelen forráshoz, szeretet energiához, ami gyakorlatilag evidensen van, akkor mit tud csinálni az ember? Azt tudja csinálni, hogy kizsákmányolja a környezetét, pénzügyileg a pénz szerintem a túlélés és a szeretet energiának az értékmérője. Milyen őrült nagy változások lesznek itt 21-én, illetve szerinted a világ mit tartogat nekünk, hogy 21-én mit rakod az arcunkba, amikor visszaigazolódik az, hogy ez valóban egy olyan mérföldkő az emberiség életében, ami meghatározza majd az elkövetkezendő időket. Gyakorlatilag 21-ével indul ez a ciklus, amit mondtam, hogy ez egy 20 éves ciklus, ennek egy előkészítője a 21-es év, utána jön egy 200 éves ciklus, és ez alatt a periódus alatt kellene úgy átalakítani, egy picit visszakapcsolódok az előzőhöz, tehát a társadalomban, a természetben, a technikához való viszonyunkat, hogy most behozzam azt a mintát, hogy nem dobjuk ki, ami az ősök tudása, például, vagy a természeti népek tudása, hanem aktualizáljuk és beépítjük, nem pont ugyanazokkal az eszközökkel, hanem a mögötte lévő elvet, ahogy például használjuk a technológiákat, illetve úgy, hogy ezt egyeztetjük a végső valóságával, vagy a kozmikus rendel, vagy a természet rendjével, rájövő arra, hogy minden az egység és a szeretet alapon működik, hogy például akkor vagyunk a legboldogabbak, hogyha ebbe a rendbe beilleszkedünk, nem pedig megtagadjuk ezt a rendet, és tudatosan szabad választásból illeszkedünk bele. Tehát ez is egy nagyon fontos tanítás lesz. Ezt gondoljunk arra, hogy a természettel való viszonyulásunkban, vagy a technológiák használatában ez rendkívül fontos lesz, tehát fölkapcsolódok, és egyben integrálom a múltat, és nem dobom ki például a múltat. Aztán nagyon fontos lesz az, hogy ugye én úgy tartom, és tudom, hogy te is úgy tartod, hogy fizikai síkon is tenni kell. Tehát én azt gondolom, hogy mind a három síkon van a tanítás és a lehetőség, és mind a három síkon kell is az embernek valamit tennie. Szellemi síkon. Én azt gondolom, még azt látom, nem én személyesen, amit a konstellációkban látok, pont ez 21-én kezdődik ez a periódus, hogy aki nem lépett még spirituális útra, bármilyen őshagyomány, tradíció vagy világvallás, vagy attól függetlenül, mert ugye vannak olyan rendszerek, amik teljesen vallásoktól függetlenek, és attól egy spirituális út, az most sokkal inkább fölébredhet, jól teszi, hogyha arra lép, nyilván amivel neki dolga van, illetve aki már valamilyen szellemi úton jár, az sokkal inkább beépíti az életébe a praxist, a mindennapjaiba használja. És ez közösségi szinten meg kell jelennie úgy, véleményem szerint, és meg is jelenhet, van esélyünk rá, mint imakörök, imaginatív körök, közös meditáció, aki persze tartott, mert ez óriási háttérmunka a világ tudatszintjének az emelésében. A másik, amit mondtam, hogy az embernek a szabad akarata, a szabad választása, a kettő nem ugyanaz, az ember önreflexiójában van, a pszichéjében van, a személyiségében van, tehát minél több ember saját maga nézzen szembe a bírvágyával, a kapzsiságával, a rakaradásával, saját magában nézze meg, hogy hol nem szereti magát, hol nem tud. Bírvágy, még az, most mondod 30, nem tudom. Hát az azt jelenti, így van, tehát ugye ebből fakadnak azok az ügyek, ami most a világban probléma van, ugye, hogy kizsákmányoljuk önmagunkat, a természetet, egymást, sokkal többet akarunk fogyasztani, mint amire valójában szükségünk van. Miért? Mert gyakorlatilag nem kapjuk meg azt a szeretetet magunktól, vagy nem tudunk kapcsolatba lépni, és magunkon keresztül fölfelé, ami egyetemesen van. Ezért ezt a szeretet energiát pénzformában kell elvenni másoktól, vagy másokba kell kontrollálni azt, amitől magamban félek, ahelyett, hogy én változzak, tehát ezekről a mechanizmusokról beszélek. És itt jön a fizikai sík, amit te többször szoktál mondani, hogy én sem gondolom azt, hogy a következőkben csak a karosszékbe kell ülni, csak mind a három síkon kell nyomni a dolgot. Tehát fizikai síkon is tenni kell, azt gondolom, de úgy, hogy ha minél több ember felébred szellemileg, és minél több ember önmagáért felelősséget vállal önismeretben is. És akkor szerintem megengedettek azok a folyamatok, hogy a nagyon szélsőséges ideológiákkal, amik pusztítóak, föllépni, megengedettek azok a folyamatok, hogy az öntudatlan egóra épülő kizsákmányoló típusú globalizációval szemben, hogyha az nagyon szélsőséges, föllépni, de békés formában. Tehát egyrészt például békés demonstrációk, illetve szerintem még megengedett bizonyos sztrájkok, polgári engedetlenségi mozgalmak. Mondok erre egy házszámot, hogy itt volt ez a Frank-hitel csapda, Frank-hitel ügy Magyarországon. Nyilván a tettes áldozat is felelős benne, mert aki fölvette a hitelt, voltak olyanok, akik tényleg azért vették föl, mert nem volt mit tenniük, de a többségük nem azért, azt gondolom, nem akarok senkit megbántani, hanem mert többet akart, nagyobbat akart, de senki nem helyezte oda a pisztolyt a halántékához, hogy vett föl, és ő volt olyan naív, hogy bekajálta azt, hogy a forint az világvaluta, elhitte azt, amit a bankárok mondtak, meg nem olvasta az apró betűs részt. De ezzel együtt, akik ezt csinálták, és vélhetően tudták is előre, szerintem, azoknak is megvan a felelőssége. Na most, ha akkor összefog 1,5 millió ember, és szolidarít még 1,5 millió azokkal, akik bankárosultak, és mondjuk azt mondja 1,5 millió ember, hogy nem fizetem a bankhitelemet, ez egy polgári engedetlenségi mozgalom, akkor meg lehetett volna szorongatni úgy ezeket a hatalmakat, hogy mondjuk a bíróságok ne hozzanak elfogult döntéseket. Tehát szerintem ez most már belefér, csak az a lényeg, ilyen módszerek, meg a társadalom immunrendszere is, hogy erősödjön. Tehát nem véletlenül volt a lelepleződés időszaka 2020, hogy vegyük már észre, hogy esetleg hogy működik a történelem vagy a politika. Egy sportoló soha nem szponzorálja önmagát. A történelem is így működik, hogy különböző családok, klánok pénzelték például az uralkodókat, vagy voltak a háttérben, vagy különböző érdekcsoportok, vagy arisztokraták, vagy grófok. Ma ezt másképp nevezik. Ezek persze vannak olyan bankárcsaládok, amik ugye visszamehetünk, sok száz évig ugyanúgy hívták őket, és ezek nagy játékosok, most fogalmazzunk így, tehát nem a politikus csak egy bábfigura, és nem biztos, hogy a politikusokat kell paradicsommal dobálni, mert tudod, mert tudod, van az a régi, ugye van a régi bohócunk, hogy van másik, ugyanaz az érdekcsoport, ugye Johnny Jokerként kitesz egy másik figurát. Ez egy másik kérdés, hogy fizikai síkon, mivel sokszor ezek a hatalmak arctalanok, nehéz megtalálni, hogy ők hol laktak, meg hol gyűlnek össze, de a lényeg az, hogy még ha ki is mennek emberek demonstrálni, jobb, hogyha több tudatosabb ember megy ki, és tudja, hogy esetleg a politika mögött milyen színjáték van, illetve az viszont nagyon-nagyon nem jó, hogyha olyan emberek mennek ki, akik nem nézik meg, hogy gyakorlatilag az, ami történik a világban, az gyakorlatilag róluk is szól, és például nem tudják kezelni az agressziójukat, mert itt jön a negatív szenárió, ugye a vége felé mondok, itt sajnos elindulhatnak nagyon komoly olyan társadalmi forradalmak, amik szélsőségekre alapulnak, fosztogatások, lázadások, háborús, polgárháborús helyzetek, akár agresszív módon a globalizációval szemben, vagy épp az ellen. Elindulhat például a másság diktatúrája, a kisebbség diktatúrája, pontosan azért, mert a saját másságát nem tudja elfogadni, vagy éppen a másság intoleranciája, visszaélés a szabadság jelszavával, és paradox módon volt több ilyen paradoxon a történelemben, hogy a szabadság diktatúrája, vagy az egyenlőség diktatúrája, az egyenlőség félreértelmezése, holott nem csak egyenlőek vagyunk, hanem hierarchikusak is vagyunk. Elindulhat egy technokrata típusú lelketlen társadalmi szisztéma, ahol a mesterséges intelligencia is elkezd magára ébredni szerencsétlenül. Hát mondhatnák, hogy ugye Huxley, ugye Szép új világ, vagy Orwell 1984, vagy ugye a Madács 12. szín a falanszter, tehát ennek az íze be tud jönni, ez a szerencsétlenebbik forgatókönyv. A szerencsésebbik forgatókönyv pedig, amit gyakorlatilag vázoltam, és azt gondolom, hogy mind a három síkon érdemes ezért tenni, de február 5-én, ahol már személyesen is remélem, hogy el lehet jönni, illetve virtuálisan mindenképpen lesz egy közvetítés. Erről az egész korszakról még bővebben fogok beszélni, és a Kiss József Zsolt asztrológus YouTube csatornán, a kissjózsefzsolt.hu-n, illetve az arckönyv oldalamon január 5-től már lesznek erről információk. Erre mindenkit szeretettel várok. Egy gondolatom van, és ezt érdekes megfogadni, hogy jó magunk is egy mesterséges intelligencia vagyunk, hogy most ezt 100 000 évvel ezelőtt kreálták, a teremtő milyen módon készítette el ezt a zseniális, speciális alkatot, ami utána elkorcsosult, meghekkelte a saját kis programját. Itt az ideje az, hogy újból visszatérjünk az Istenemberhez, és ha ezt nem ezt tesszük, akkor a mesterséges intelligencia fog rajtunk akkorát csapni, hogy Terminátor korunkból jövünk majd visszafele, hogy megváltsuk Kiss József Zsoltot. Fizikai síkról föllépni a homo sapiens szintjére, és a homo sapiensről, amit te fogalmaztál, ugye szellemi ember, én ezt így fogalmazom, hogy szellemi ember az istenember szintjére. És én azt látom, illetve azt tudom, hogy nagyon várjuk ezt a szívszintű fölébredést, de a jelenlegi tudásom szerint ez az út, és tulajdonképpen, amit a mostani konstellációk nem okoznak, csak jeleznek, ezeket a lépéseket meg kell tennünk. A szívszintű felébredés, az nem hierarchikus. Hát alapvetően itt van a különbség, hogy az ősszakrális rendszerek az egymás mellett élő társadalmakról szólta, és a hierarchia az, ami elszart az ember életét, mert a legtetején áll, na minden az övé, de retteg attól, hogy elveszti hatalmát, és ettől recseg-ropog ez az egész piramisrendszer. Ami... Igen, de ha hierarchia egy öntudatlan egóra épülő földi hierarchia, akkor lesz ez, amiről beszélünk, de a hierarchia egy szakrális hierarchia, amiben megjelenik az, hogy mi szívben egyek vagyunk, de megjelenik az, hogy mindenkinek megvan a helye ebben a hierarchiában. Erre alapultak véleményem szerint a teokratikus rendezkedések és társadalmi rendek is. Tehát végül 200 év múlva megbeszéljük. Végül is egyről beszélünk. Én csak azt igyekeztem tolmácsolni, amit a konstellációk mondanak. Én sajnos nem gondolom azt, hogy ezek a konstellációk azt hoznák, hogy most hirtelen szívébredés lenne már itt a következő években. Akkor kipusztulunk. Ennyi a válasz. Tehát annyi kurva okos ember volt ebben a világban, bocsánat a vulgaritásért, itt mindenféle teológia, minden el volt mondva, stb. Mindenki hivatkozik mindenre, de egyszerűen élhetetlen világot kreáltunk magunknak. Hát és hogyha ezt nem tudjuk fölgyorsítani, hogy szív alapon épüljünk egymás mellé rendelő módon, lehetnek itt hierarchikusan okosabbak, kevésbé okosabbak. Én abban hiszek, hogy nem is 21-ben egy év alatt, de a 200 éves ciklusban jelentős elmozdulás tud történni ebbe az irányba. Untos. Talán annyi időnk talán még lesz, hogy talán megmaradjunk ebbe a fizikai testben. Jó, majd megbeszéljük 200 év múlva, visszajövök egy időutazásra. Nagyon megköszönöm önöknek ezt a végtelen türelmet, köszönöm, hogy itt vagy, Zsolt. Köszönöm. És akkor február 5-én menjetek el Zsolthoz, hogyha van lehetőségetek rá. Mindenkinek megköszönöm, hogy még akartál valamit. Csak annyit, hogy áldott fényünnepet 21-én, mert akkor a napforduló, akkor kezdődik ez a ciklus, és hát szeretetteljes karácsonyt és boldogulást minden síkon ebben az évkörben, az új évkörben. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon köszönöm, Zsolt, mindent elmondott, viszontlátásra, sziasztok!